most Magyarország kedvenc vetélkedője a TV2 képernyőjén. Ez az új Activity Show külön kiadása. Ma este Markos György és Nádas György, Éles István és Koltai Róbert, Havas Henrik és Jakubcsek Gabriella. Hölgyeim és uraim, az Activity stúdiójában Szulák Andrea. Jó estét kívánok! Ez az új Activity Show külön kiadása, amelyben ma este az Activity legnagyobb sztárjai mérik össze tudásukat. Most sem ígérhetek mást, csak rengeteg izgalmat, fergeteges játékot és drámai perceket. Ráadásképpen ma este, ahogyan már láthatták, sztár vendégeinknek alkalmuk nyílik ismét nemes bosszút állni egymáson. De hogy pontosan miről is van szó, nem sokára megtudják. Addig is fogadják szeretettel Éles István! És párját, Koltai Róbertet. Ennyi múlt. Az Activity színpadán Jakubcsek Gabriella. És aki vele játszik, Havas Henrik! És végül, de nem utolsó sorban, Nádas György! És párja, Markos György. Na tehát szeretettel üdvözlök mindenkit itt nálunk a stúdióban. Most jött el az a pillanat, hogy megkérdezzem játékosainkat, hogy meddig mennének el... Deréki. Dabas. Senkinek nincs jobb poénja, csak ez a két páradox. Meddig mennének el, hogyha a nemes bosszút állhatnának a műsor abszolút győztesén? Én Gyurka. Kezdjük onnan, jó, addig gondolkodom. Ez nem túl érdekes. Én egyszerűen csak látván, hogy itt most egy hölgy van a játékosok között. Na ne, én arra gondolok, az azért fárasztó lenne. Mi? De mi? Jú, miért? Örülök a gondolatodnak, de engedd el, mert valami óvatosabb ötletem támadt. Arra gondoltam, hogy hát végül is a lányok inkább azok, akik táncra termettebbek. Fogunk játszani is ma, vagy végig a Pisti mondja a kérdést? Rég jártam, itt gondoltam, hogy időt csinálok. Szóval én arra gondoltam, hogy táncoljon a legjobb. Én egy ropogós csárdást gondoltam. Jó. De az nem biztos, hogy én leszek. Nem biztos. Babi? Mit is? Én arra gondoltam, lévén, hogy hát ismerem a Robit, Henriket is, hát a fiúk meg inkább verbálisan erősek, tehát hogy valami rajzos feladvány lesz, mert azt mindenki szeretném. Ugye? Tehát mindenképpen annak, aki nyer, annak mondjuk a saját karakteréből kellene saját magát lerajzolni. De fel kell, hogy ismerjük. Tehát őt magát akció közben. Akció közben? A Robi, hogy csinál valamit, akkor erős. Gyurka. De én annak idején, amikor a Gyurkával elkezdtük, a másik Gyurkával, aki csak Gyuri bácsi. Én vagyok a Gyurka, ő pedig a Gyurka. Igen. Nálunk a családban mindenki Gyurka. Majdnem összekevertelek benneteket. Mi úgy hasonlunk egyik folyás a másik létrához, igen. Annak idején egyszer a Fészek klubban, emlékszel rá,
megettem fogadásból egy somlói galuskát egy teljes telitár ketchuppal. Igen. Oh, na most, igen. Ennél szebbet szeretnék, hogyha valaki egy krémest megenne mustárral. Igen. Jó? Hát inkább kis tapsot vagy valami. Egyszerű bíz az én szívem, egyszerűet mondok, ettől leszek én nagyon máma egy kicsit ondok. Na, szóval, arra gondoltam, hogy a férfiak vannak többségben, legyen 50 fekvő támasz. Na, de én mindenhogy rosszul járok. Akkor a szerencsétlen gazdánsika. Ha nő, akkor csak legyen 10, de szabályos. Tudsz? Jó. Tudsz? Jó. Ha megpróbálok. Hát attól függ, ki van alattam. Igen, én is erre gondoltam. Havas tanár úr. Na, ezt szeretném innen elkezdeni, hogy ha ő tanár úr, akkor én professzor úrnak kérem szólítani magam. Nekem elég a excellenciás úrnak hívtam. Koltai Robi pedig, hát minimum főosztályvezető. Mivel ebben a társaságban a legvehemensebb a Markos művész úr, ezért... Köszönöm szépen. A művész úr se stúl, akkor kezdjük el ezért a nyertesnek háromszor hangosan azt kell kiabálnia, hogy hülye minden polgárőr, de különösen a Markos. Na most, amennyiben te nyernél, ami szinte kizárt, akkor azt kell kiabálnod, hogy de hülye vagyok. Most egy baj van, ezt fogsor nélkül hogy fogják kiabálni? Erre gondoltam. Én viszont, ha már itt vagyunk, és ilyet mondtál, Henrik, a polgárőröknek csak hálával tartoztok, hogy ingyen dolgozik, értetek de ennyi. De ez így van, de hát verd le rajta. Ha ilyen biztonságot mond, verd le rajta. Ez a 60 ezer ember most nem örült ennek a mondatodnak, nem lett én népszerű tőle, úgyhogy átkapcsolunk a Szovjet Egyesre. Egy orosz. Koltai Robi! Miután itt vannak paródista hajlamú kollégák is, aki meg nem az, az vessen magára. Ezért azt kérném, hogy a Szívem szeret című dalt úgy énekelje el az illető bosszú tárgya, mint Feleki Kamil. A felejthetetlen Feleki Kamil. Szóval itt ma veszíteni kell, az biztos. Hát meglátjuk, hogy ma este kinek kedvez a szerencse. Hölgyeim és uraim, kezdődjék a játék, nézzük a borítékokat. Sárga. Nem nyert. Ja. Mutogatni kell. De mit? 20 ezer forintért, hát ez. Nem könnyű. Na most kiderül, hogy mennyire vagytok. Ne sírj, Gyurka. Megfelezzük. Indítom az órát. Óra indul. Tessék mondani, mi ez? Ez egy két szóból álló valami. Az első részét mutatja, fél reszket a hold, de alszik, rémálom, nagyon fél, első, uaj! Ne röhögjél, első, igen, rém, fát, benyomja a rémet. A szájával ne beszél, Markos művész úr, mert hihetetlen dolgot csinálok Nem tud, úgyhogy benyomja a rémet a földbe. Nem? Nincs ilyen? Jó, nem. Nyom. Nyoma. Első, rémes, szörnyű, iszonyatos, nyomasztó. Hát ennél jobbat nem tudok mondani. Ne adja föl, művész úr, még van fél tovább. Percünk, jó? És szerintem már menjünk is tovább, mehet így az óra. Így van. Első. Már rablunk, vagy most? Rémes. Megállította Jakub Cseh Gabriella az órát. Lidérc nyomás. Én nem akarok nyerni közben. Hol volt ebben a Lidérc? Hát ő maga volt a Lidérc. Erikben ő nyomta magát befele. Rémet kell faragni, és 20 ezer forintért. Tegnap este... De jó vagy, Henry! Üvöltött velem a feleségem, mert az volt a bibi, hogy későn mentem haza, és nem volt előkészítve... A bili. A boros üveg. Kus. A bibire kéne, hogy...
A Bibi. Az volt a Bibi, hogy nem volt előkészítve az. Csönd. Nem volt. Hát későn mentem, az a te vagy a feleségem, érted? Későn megyek haza. Agyon ütnélek. Na látod. Tehát. Nem volt előkészítve. Nem volt. Cici. Bibi. Mi kell a Henriknek még? Várjatok. Később az volt a Bibi. Hogy bár azt hazudtam, hogy dolgozni voltam, de ez nem volt jó. A Libi. Az óra. Mi volt a nekem? Alibi. Oppenhauer. Bocsánat, Robi. Kérem a táblámot. Rajzolni akarsz? Nem, egyáltalán. Minden csak rajzolja. Tehát már mi marad? Van még azért. Zöld. Rajzolás. Szeretem. Te kis Raffaello. Szeretünk, Robi. Hajrá, Robi. Ja? Kis reszketős vonalaidat csinálj. Na jó, nem. Húzd az Szedd össze, van itt orvos. Van itt orvos, van itt orvos. Melyik a vége? Majdnem nem jött szét. Robi, én ugyanúgy nem tudok rajzolni, mint te, úgyhogy teljesen szolidáris vagyok veled, ezért ki fogom találni. Hát ez kész. Hát gesztenye, eddig gesztenye. Nagyon gesztenye, még mindig gesztenye, és... Görény gesztenye. Büdös gesztenye, nagyon büdös gesztenye. Nem sült gesztenye, hanem büdös gesztenye. Egy darab büdös gesztenye. Ez jelenti azt, hogy büdös, ez isteni, hát még soha nem láttam így. Klozett büdös gesztenye. Jön a... Megnézem közelebbről, hogy... Igen. Ez jobb lett tényleg. Egy még büdösebb, nagyobb gesztenye. Büdös nagy gesztenye. Hagyd már a gesztenyét a fenébe, ezt integetem. Értem. Tehát ez a egy büdös nagy büdös túró. Szörös túró. Lejárt az idő, de szerintem menjünk tovább, ez minden pénzt megér. Mehet tovább az óra. Ez ugye egy ilyen... Ez nem ér. Nádas György megállított még. Ez is rajz. Büdös bogár! Igen. Csak nem rájöttem, mert annyitől beugrott ez a dolog, hogy egy büdös bogár lehet ez, amit ő rajzol. Ha már így kezdtem az egész rajzot. Amit kitaláltad a büdöske. Az egy büdös bogár, azért jött be a büdös bogár, mert fölírta. Ennél csak nehezebbek ülünk. Vegyél is, Uraim, ameddig a játékosaink itt kicsit polemizálnak még ezen a helyzeten, mi folytassuk a második körrel. Nálam vannak a borítékok. Jorka, mutogatni kell. 40 ezer forintért. Neked mondták már azt, hogy a gödör mélyéről felhangzó gúnyos kaszaj nem mindig őszinte. Mutogatás? Mutogatni 40 ezerért, és indítom az órát, jó? Óra indul. Egy szó, mint száz. Gyurika, beteg vagy? Várj. Egy szó. Bemutat. Hölgy, aki vonul a páston és mutogatja? Élvezkedik? Dobd el, Gyuri. Vetkőzik? Vetkőzés? Strip 10? Strip 9? Egy szó. Kabát? Felső rész? Strip 10? Bemutat, vetkőzik? Vetkőztet? Vetkőz? Menjünk tovább, pár most járt le az egy perc, de még van vetkőző? Benne. Vetkőző? Na, megy tovább az óra. Vetkőző só. Igen! Vetkőző só. Igen! Igen! Micsoda!
Ilyen van. Nem tudom, mire gondolom, már görcsöltem itt már szemét. A só hogy jött be? Hát így. Ja, hogy mutatva. Ennek az embernek képzelt, hogy majd azt mondom, hogy a mutatvány. Ott kezem fejem. Na jó, akkor legyen a zöld. Legyen a zöld. Rímet kell faragni, 30 ezer forintért. Jó. Indítom az órát. Óra indul. Nem tudom megenni egy szuszra, bár nagyon finom ez a... Zarahusztra. Az mi? Szuszra, bár nem tudom megenni. Nem tudom megenni egy szuszra, bár nagyon finom étel a... Szuszra. Hús. Úgy is mondhatom, hogy kesze kusza. Bussa. Úgy is mondhatnál. Úgy is mondhatnál. Mondhatnál. Akkor mondom de úgy, hújka. Hogy... Az jó. Hújka? Hújka. Nem mutogatni kell most, hanem rímet kell valami. Engem tetszik ez a fújka, ez jó. Finom étel. A... De? Hát sok van. Szusza. De annál még jobb a... A zuza. Egyébként a rím így volt, jó sajnos, de nem az. Szóval jó, lejárt az egy percünk, Gabi, 40 ezer forintotok van most. Kockáztassunk, hogy menjünk tovább? Persze, mit számít az nekem? Akkor megy tovább az óra. Már nem. Nem. Nem nyomsz. Most lehet a Boli. Gyuri. De jó, ez a csusza. Túrós csusza. Igen, hangjuk. Túrós csusza. Túrós csusza. De az így a és az üzenet a jó rém. Uram, most nagyon jók vagyok. Melyik az, amiben rajzolni lehet? Azt a Koltai Robinak tartom. Azok itt vannak, ezen a, azon az oldalon nincs rajzolni. De én vagyok olyan ügyetlen, mint a Robi. Jó, hát arra mindenáron te is égni akarsz. Na, nézd meg. Utogatnod kell. Oh. Na. És szerintem ebben fogsz is. 40 ezer forintot ér a dolog. Nagyon nehéz. Vagy nem? Most úgy tűnik, hogy nem, de pillanatokon belül kiderül. De szerintem könnyű, és nem adok 20 másodpercet a Robinak, hogy kitalálja. Én se adok, óra jó. Azért adjál. Cigarettával függ össze? Szívásra? Cigaretta... Pöfékelés? Füst. Füst. Füst? Mely... Egy szó vagy két szó? Két szó, és ez az elsőt találtam el, a füst. Második szó a füst. Nincs is füst. Második. Füstmérgezés? Gázmérgezés? Szívás... Mérgezés. Igen, szívás mérgezés? Mérgezés egyáltalán? Olyannyira, hogy én még mennék tovább időben. Mehet tovább az óra? Igen, óra indul. Megállította a Markos György az órát. Nikotin mérgezés. Nikotin mérgezés. Én egy kis eredményt hirdetnék, a második kör után a játékállása a következő. Jelenleg még nincs semmilyen nyereménye Éles Istvánnak és Koltai Robertnek, de természetesen ez mindig változni szokott a végre. Viszont 40 ezer forintja van Jakubcsek Gabriellának és Havas tanár úrnak. Tessék beosztani! És jelenleg nagyon nagy előnnyel vezet a két Gyurka, Nádas és Markos György 130 ezer forinttal. Ez tehát a jelenlegi állás, de mindjárt jön a harmadik kör, amelyben végig szabad a rablás már az első perctől kezdve. Mindjárt folytatjuk. Mondjam vagy mutassam? Ez egy új activity. Ez egy más activity. Egy kicsit gyorsabb, egy kicsit keményebb,
és sokkal-sokkal izgalmasabb. És ami eddig még nem volt, párbaj és basszus. Egy egészen új Activity Show. Jövő szombat este a TV2-n. Vegyen részt élőben az Activity Show felvételén. Jegyeket most ingyenesen igényelhet, amíg a készlet tart. Várjuk jelentkezését e-mailben vagy postán. Az új Activity Showban a harmadik körtől már folyamatosan szabad a rablás. Azt hiszem elég világos voltam. Íme a borítékok. Te már gyúrsz kamilkára? Vagy ez rátom? Én már készülök az erre. Egyelek meg. Én igen, szeret a valóság, nem állom. Én már láthatatlanban megítélem. Meg ilyen emberi, se milyen szép. Bácsi kérlek, mind a másik. Mind a Tamási. Rímet kell faragnod, drága, 60 ezer forintért. Hát. Óra indul. Így nehéz ez így nehéz. Nem mond egy szót sem. Nem kell annyi élet bele, hanem jöjjön ki. Itt... Lejárt az időszak. Ha itt töltesz, nem lesz gigszer, ha kezedben a... Mixer. Mixer. Hát mi kezedben a... Mi lenne a kezed... Hát tessék még egyszer elmondani, ez hülyeség így. Italkeverés közben nincsen gigszer, ha kezedben a... Jó nagy mixer, hát milyen a második mixer? Szó mixer jó. Az jó, hát igen, de hát nem beszélgetünk, hát tessék már faragod. Egy olyan rímpárt mondani rá, ami... Adjából lejárt az idő. A kezedben a... Kezedben a... Mi? Megállította az órát, Havas tanár úr. Hát, gépi mixer. Nem is így van. Hát, ivós megy tovább az óra. Ezt. Megállította Éles István az órát. Italmixer. Nem, megy tovább az óra. Kézi mixer. Igen. Mi az, hogy kézi mixer? Kézi mixer. Az. Tanár úr. Gratulálok. Piros. Mutogatni kell. Na, túlom. Jól látom? Ez biztos? 80 ezer forintot ér. Hát, mi lesz? Mi lesz? Óra indul. Az ORTT letért minket. Hát, én nem is tudom. Hát, ilyen nincs. Csak bátran. Dehogy nincs. De van. De. Hát. De. Már. Hidd el, Henrik. Már megy az óra? De. Csak bátran. Táncolj, Henrik, új táncolj. Új szerep, a személyemes. Na! Táncolj, mert elveszem a diplomádat! Jaj, de édes! Már tetszik az egész, bármit jelentsen! Jaj, de drága! Brezsnyek beszart, vagy miért? De nem értél, kipárni, Gyurka! Nem? Kakil. Nem. Ső! Hasmenése van. Fosik. Fosik. Gabikám! Második. Ez az első szó. Igen. Egy szó. Biztos jó szemüveget szófosás. Ne gondolj veled, megy az most idő. Járt, most lejárt az egy percünk, de még lehet ezt menni. Ezt kell mondanom, mert hogy egy vasút nincs, tehát megy tovább az óra. A saját szádból. Az első szó az megvan. A második... Az is csúnya. Nem. Merállította az órát Nádas György. Fostalicska. Nem, megy tovább az óra. Csak az jut eszembe. De mi lenne a játszó? Hogy áll ilyenek? Nézd meg, mit csináltál te, ökör. A végre már nem ilyen nagy az előny. Sok a doma. Hogy kell kaszálni? Hát, ahogy a könyvedet na, csinálod úgy. Nem lehet. Lejárt az időnk. Ez egy... Nem. Ez egy növény. Valamit tépek, mucikám. Igen, csak de mi volt a... Az eleje, két szó az elejét tudjuk, igen. A második, hogy mi az a növény, most mondtam. Még nem mondtam ki. Hát persze, hogy nem mondtad ki, most akarom mutatni. Ki a farod, egyszerűen. De már feleslegesen mutatod. Akkor mit szerencsétlenkedek itt? Azt nem tudom. Jó, jó! Jó, jó!
A megfejtés az lett volna, hogy fosóparéj. Na ne! Na jó, legközelebbi idő. De nagyon szépen kérlek, ne reagáld, ne inkább megyek de gyorsan Koltai Robihoz. Nagyon. Hát, hogy csak cserébe. Rajzolni kellett. Fosóparéj. Annyit tudatok, amit akarok. Robikám, műzd egyet, kérlek. Sárga. De nincs ilyen szó. Mutogatni kell. Sehol egy rajz. Dora segítek neked. 70 ezer forintot ér ez. Ja, még ezt a szót is el kell? Igen, egy. Ez nem fosóparé lesz, és akkor ennyiért mehet? Óra indul. Gyere kicsit hátra, mi is hadd szórakozzunk. Monsieur le lecteur. Három szó. Három szó. Szempilla. Első szó, szempilla. Szempilla, kihúzó, szempilla, vágó, festék, festő, szempilla vágó. Csöndet kérek a nézőkére. Szempilla, bodorító, szempilla, mit lehet vele csinálni? Hát hullámosító. Hát göndörítő, az ugyanaz, mint bodorító. Robi. Bocsánat, eltaláltad. Még megint. Szörnyű vagy. Szempilla mit csináló? Csipesz. Olló. Senki nem rabol? Gabi. Megállította a Jakub Csányi. Szempilla göndörítő spirál. Igen! Jó, hát a fosóparé, amit nem találkoztam ezzel már, igen. Mit nyomok? Figyelj, ezt meg is súghattad volna ennyi erővel. Hölgyeim és uraim, az új activityben a negyedik körben feladványaink csak és kizárólag tulajdonneveket, híres személyiségek és figurák neveit tartalmazzák. Nem akarok különféle részletekbe bocsátkozni, hogy milyen figurákra gondolunk, de itt történelmi személyektől elkezdve bárki, akár még mesefigurák is szerepelhetnek. Úgyhogy lássuk a borítékokat. Nem a harmadik kör jön? 150. Elaludtam én közben? 1000 forintot ér. Gyurka! Figyelj! Mit kell csinálni? A tanár úrral beszélget. Mutogatni kell ezt a nevet. 150 ezer forintért, és indítom az órát. Óra indul. És ezt lehet rabolni? Megállította az órát, Havas tanár úr? Tordján József. Így van. Gabi? Havas tud. Piros. Ez Tordján volt? Szintén mutogatni kell. 100 ezer forintért. Ezt nem értem. Óra indul. Mutogatás? Megállította az órát Nádas György. Ülőbika. Így van, ülőbika. Visszahozta. Ülőbika. Visszahozta. Indián. Igen. Azért mondtam most. Na de arra azért mondtam. Csingácskukat mondtunk volna. Pista? Vagy bőrharistja. Sár. Vagy bőrharistja. Nyisd vagy nejlonharistja. Nyisd ki, nem merem. Utogatni kell. 120 ezerért. Gyurika, Gyuri, csak akkor nyom le, ha tuti. Ne. Csak ha tuti, akkor nyom le. Indíthatom az órát? Nem. De. Óra indul. Jézus Mária. Es. Egy szó. Híres ember. Lapozó? Ilyen füzet vagy könyv, könyvet lapoz, könyvelő? Híres ember, könyvelő! Ja, könyves Kálmán. Író. Menjünk másfele, Pista, szerintem ez zsákutca. Gyere! Pista, gyere! Gyere, elég a vendégszintokat!
ide, hogy lássunk. Hogy jobban lássalak. Olvasóbika nincs, ugye? Elnézést, híres emberről van szó? Mi egész hagytunk benneteket egy nyerni, ti meg nem maradtuk egy pillanatos ecsőmbe. Gyurika, nyugi. Kitág... Ennyi. Könyv. De nem lehet, hajt. Nem lehet feladni. Hát nincs miből vesztenetek. Persze, ha jó irány. Mindig jó irány, valami ennyi. Hát te már kitaláltad könyv. Könyv. Ből való alak, figura. Nem szabad beszélni. Nem beszélgetünk, csak magyar, hát tudatosítottam azt, amit már tud a Robi. Magyar, nem Barkóba kódoljuk. Nem arról van, hogy beszéltek és mutogattok. Keletről származik a könyv. De csöndesen. Én beszéltek. Mutogasd el, hogyha keletről származik. Kámaszútról. Kámaszútról. Kicsit errébről. A neme jó a dolognak, a jó irányba. Most van vége a történetnek. Kiábrándító lesz a dolog, mert a közelébe sem kerültetek Scheherezád életmódjához. Tudtam, ugye? Akkor azt jelenti, hogy Scheherezád. Hölgyeim és uraim, a finálé előtt a játék állása a következő. Éles Istvánnak és Koltai Robertnek még nem sikerült felzárkóznia, de még van lehetőség. Semmi gond. Az utolsó körben 210 ezer forinttal a második helyre került... Te az én került, oldalamon nincs egyáltalán felirat, azt érzem. A második helyre került Markos György és Nádas György. És jelenleg vezet Jakubcsa Gabriella és Havas Herik 220 ezer forinttal. Ez a jelenlegi állás, de ne feledjék, hátra van még a végjáték, és nem sokára jön a bosszú. Mindjárt kiderül, hogy kik néznek kínos pillanatok elé. Ez egy új activity. Ez egy más activity. Egy kicsit gyorsabb, egy kicsit keményebb, és sokkal, sokkal izgalmasabb. És ami eddig még nem volt, párbaj és basszú. Egy egészen új activity show. Jövő szombat este a TV2. Küldje el nekünk ön is kedvenc activity feladványát. Mutogatás, körülírás, rím, illetve rajz kategóriákban. A beküldők között activity show belépőket és más értékes ajándékokat sorsolunk ki. Az utolsó kör következik, ahol bármelyik játékos megduplázhatja vagy elveszítheti eddigi nyereményét. Nézzük, ki nyeri az utolsó fordulót. Íme a borítékok. Adom én, de ilyenkor az a szokás, hogy abból a 210 ezer forintból, ami most nektek itt összegyűlt, beszéljük meg, hogy mennyit ajánlotok föl. Előtt megnézem az ajánlatot, itt utána a litit állunk. 200. De nálunk egy itt nem tud menni, úgyhogy majd nektek adonnal kell mondani. Én 200-at fölállok. A tiédből azt csinálsz, amit akarsz. Enyémből 200. Figyelj, ha 200-at tesztek kockára, akkor a dupláját meg lehet nyerni. De ezt mondom, hát úgyis kitalálom. Na gyerünk, tessék. Szerencsétlen. Ezt nekem mondtad? Igen. Akkor jól hallottam csak az egyszerűen. Mutogatni kell. Ez jó. Jó? Mehet? Óra indul. Tessék mutatni, hány szóból áll? 7 szóból? Nem vállalom. És egy perc alatt kitalálod, Gyurka. Mi ez? Egy fogalom, vagy egy személy, egy tárgy, egy micsoda? Muti? Gyurka, 3 év múlva. Lehet rabolni? Mit csinálsz? Nyusz-musz. Első szó, só. Ne, akkor padló. Első szó, padló. Mi? Le! Első szó. Második szó. Legel, eszik valamit? Vagy nyámnyog? Tessék egyben megmutatni, hogy mit jelent, ugye egyben az egész. 7 szó nagyon nehéz. Én tudom, hogy nekem ez egy egyszerű dolog. Ez egy kifejezés, mondjuk ez így. Ez egy kifejezés, így van. Ja, az más! Mutasd! Első szó. Lent a földön valamit eszik. Túr. Megállította Éles István az órát. És azt mondom, hogy vakon túrál. Nem, megy tovább az óra. Hét. Ja, micsoda? Menjünk tovább. Hét. Az első a túr. Minusz 200. Cseleje! Első a túr, ugye? Melyik a túr?
Hát akkor tessék mutatni, melyik a túr. Egy, kettő, három. Ötödik a túr. Hát így nagyon nehéz. Megállított a Koltai Robert. Ott van a kis túr, siet beléje. Megy tovább az óra. Nekem nagyon tetszik. Hetedik a túr. Az a vége. De sajnos nevez. Ott, ahol a kurtafarkú kis malac túr. Így van. Jaj, de szép volt! Wow! Wow! Gyuri! Hát ez nevetetésem tényleg. Nagyon jó volt. Megérdemli. Mire költöd? Gabi tanáról 220 ezer forintotok van. Nem ebből... mulatunk. Én még sose nyertem, most úgy szeretnék egyszer igen. Nyerni. Aha. Na jó, akkor jó. 100. Jó, legyen tessék. Száz. Rád bízom magam. Piros? Mi még azért maradjunk? Hogy nem. Rabolhattok még. Ez egy filmcím. Ó, az... filmcím. Uh-huh. Nem könnyű, uh-huh. De óra indul. Izzadsz, Henrik. Nagyon ki vagy borulva. Már fekszik a helyére. Nem találtam. Ideg összeomlás, összeomlás. Hány szobolás? Hány szobolás? Hát semmit nem lát. Hogy raboljak csak a fenekét? Hány szobolás? Homok. Homok. Megállította Éles István az órát. Homok asszony. Nem a homok. Megy tovább az óra, sajnos nem. Minusz 700 ezer. Homokvihar. Homokfúvás. Homok. Harap. Harapás. Homok. Kanyaroga. Marja. Támadja. Miben? Miben támad? Miben? Nem mondod bóckodj nekem. Miben mar? Maradjuk ton. Miben támad? A homok támad? Homokban. Nem már a homokon túl voltunk. Túl vagyunk. Betámadás. Támad. Nem, a homoktól már túl vagyunk. Túl vagyunk. Miben van a homok? Cselejjel. Sivatagi, sivatag. Homok, sivatagi, sivatagi. Támadás, hom, túra, rabás. Megállította az órát. Sivatag asszonya. Megy tovább az óra, nem? Nem ezt mutatta? Homoké nem jött be, akkor a sivatagi bejön. Hát meg fogja, elkapja, letámadja. Ott a Samantha Fox személye. A micsoda támadja le. Micsoda támadja le a micsodát? Sivatagi cápák. Oh, wow. A büdös életben nem találtam volna ki. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk a bosszú pillanatához. A műsor elején elhangzott bosszúk kis kártyákra kerültek, és ezek közül kell húzni a nyertes párnak. Megkérem tehát a nyertes párt, hogy húzza ki a bosszú feladatát. Tessék, Gyurka, tiéd a lehetőség. Haszígyalak. Nézzük meg, hogy mi van ráírva. Nem nyert. Mustáros fánk. Bossz. Amúgy sem ott székletem már 4 napja. Lazán indul a fogyókúra. Ez lesz az indiai ágytacsmára. A tökéletesen stimmel. Engedjétek meg, hogy elkészítsem nektek. Nem. Kicsit, mert nem szabad túlzásba vinni. Csak egy picit a tetejére. Fúj, annyira undorít, hogy még de rányom is. Mindén lennék. Ahogy a tejszínhabot úgy, Annikám. De arról nem kell olyan sokat. Kanyarba. Vapergés. Nekem nem kell annyi, köszönöm. Én nem szabad. Köszönöm szépen. Na. Nem akarod a mustáros részét megenni? További jó étvágyat. Na jó, tessék. Figyelj, 1, 2, há. Ez lesz a sugár. Megenni. Anyukám azt mondta, mindent meg kell enni, de azért...
te mindenre mustárt raksz? Nem elég neked a virsli? Lesz fosóparé. Hol a fosóparé? Fosóparé lesz holnap, holnap után is, úgy látom. Csak úgy húzzuk majd a csíkot innen. Ha gyorsabban eszed, talán kevésbé fáj. Tudod, milyen jó? Beszarás. Úgy is van. Milyen jó, hogy ebbe a színű nadrágba jöttem. Hölgyeim és uraim, ma este a végeredmény tehát a következő. Baj. Harmadik helyen végzett Éles István és Koltai Róbert. Fájdalomdíjuk egyik egykönyvű társasjáték. 120 ezer forintot vihet haza Jakubcse Gabriella és Havas Henrik másodikként. És meglépte 410 ezer forintos nyereményét és az első helyet Markos György és Nádas György. A mustáros krémessel. Köszönjük a játékot, gratulálunk mindenkinek. Remélem, hogy önök is úgy gondolják, hogy megérte velünk tartani ma este.